Itt van ez a gyermek. Ez egy kisgyermek. Nagyon sokan várták az ő születését. Álmokat szóltak rá. Orvos lesz. Tanító lesz. Nagy ember lesz. Szeretni fogja az embereket, védeni az állatokat, és a szülei, a nagyszülei, a szerettei mind-mind nagy álmokat képzeltek bele, és nagy álmokat szóltak erre a gyermekre, aki nagy szemekkel néz bele a világba, mint ahogy mindannyian így jövünk bele ebbe a világba. Álmokkal. Minden gyermeknek van valaki, legalább ha más nem az óvónéni, vagy valaki, aki álmodik rá valamit, hogy jó legyen, hogy jobb legyen. És ez az a helyzet, hogy jó szívvel tesszük ezt. Aztán eltelnek évek, évtizedek, itt ebben az esetben speciál pont 30 év, és 30 év múlva egy másik fotó készült róla. Egy kemény tekintet. Nem kellett el sok idő, csak 3 évtized. De kemény a tekintete. Parázna a tekintete. Büszke a tekintete. Pedig nincs mire büszkének lenni, mert semmilyen nem volt. De az a kisbaba, aki volt, aki 30 évvel ezelőtt volt, az már nem, nincs benne ott. Ez a gonosz. Aztán eltelik még egy év, ez a megtérése előtt készült egy héttel ez a fotó. Már nincs is magánál. Volt idő, amikor röhögtem rajtam, amikor anyámnak megmutattam, aki 15 éve hívő ezt a fotót, akkor azt mondta, hogy na most utáltam meg a gonoszt. Na most gyűlöltem meg a sátánt, hogy mit tett a fiammal. És én is így látom ezt, hogy ezt csinálja a sátán veletek, és velem. Egy torz, vigyorú emberré tesz téged. Aki hamis örömökkel, drogokkal, vagy mit tudom én, sikerekkel, mindenkinek más, de teljesen szét vagyunk csúszva a való világból. És ilyen emberekké válunk. Aztán egy nap, rá egy héttel, valaki beszélt az evangéliumról, és valahogy elhittem azt, hogy ez tényleg igaz? Elhittem azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten, és hogy ez jó dolog, és hogy elfogad engem. És akkor adtok egy következő fotót, ez lett belőle, nyilván nem rögtön. Hozzáteszem, a házasságomról is el lehetne ugyanezt mondani, hogy egy ilyen nagyon torz vigyorral indul az egész, de a kereszt használatával jó pár év után ide eljutottunk. Ámen? Ámen, Szabina? Mert a kereszt működik. A kereszt működik. Aztán működött tovább. Wow! Aztán működött tovább. Most itt tartunk. Talán. Óriási erő van a keresztben. Tegyétek le. Ha akartok változást, ha akartok forradalmat, ha meguntátok a köröket, akkor ezt a keresztet föl kell venni. Ez van. Szeretnék még egy képet megmutatni nektek, hogy döntést tudjatok hozni. Mert amikor a keresztről beszélünk, akkor nagyon gyakran hát látjuk Jézust, a megváltót. Mi a kereszten, akik hiszünk, mi látjuk Jézus Krisztust, a megváltót. Mi látjuk azt a fiút, akit elküldött az Atya azért, hogy bennünket kimentsen a bűnből, a torságból, a halálból. De az a helyzet, hogy Isten, az Atya nem a megváltót látja a kereszten, hanem őt. Isten a kereszten a fiát látja. Nem egy megváltót, nem egy üdvözítőt lát a kereszten, amikor kivégezte, amikor odaadta a kereszten, hanem a gyermekét látta,
Mert azt mondta, hogy ő adta az ő fiát, az ő egyszülöttet. Dávid itt van valahol. Gyere ide. Zoli, fogd meg ezt kérni. Gyere. Gyereke. Ő a fiam. És soha egyik őtökért sem adnám oda. Senkiért nem adnám oda a fiamat. Nem, hogy bűnös gazemberekért, jókért sem. Isten abban mutatta meg a szeretetét, és a mai nap is abban mutatja meg neked, hogy azt mondja, hogy nézd rá a keresztre, amikor Jézusra gondolsz. És ne a programot lásd, ne a megváltót lásd benne, hanem a fiamat. És ha őt odaadtam, akkor mennyivel adnék oda neked mindent? Szeretlek. Bíz bennem. Isten bölcsessége, szeretete és irgalma itt van a kereszten.